Bogdán Tiborhoz fordulnék, hogy a minisztériumban lévő szakaparátus, amikor megkapott mondjuk egy a tanácskozás során létrejött elvi elképzelést, és ezt mondjuk formába kellett öntenie, kodifikálni kellett. Volt-e esetleg arra mód, és inkább úgy kérdezem, hogy volt-e esetleg arra politikai igény, hogy itt bármit még itt máshogyan fogalmazzanak meg, hát hogyha valaki ezt nem veszi észre. Illetve épp ez lett volna a másik kérdésem, hogy mi lehet ön szerint annak az oka, hogy az országgyűlés még itt a utolsó pillanatban hozzányúl, és 24-en megemeli az egyéni választókerületi képviselőknek a számát. Ez utóbbira, hagyj válaszoljak először, a másik az egyszerűbb lesz. Én azt gondolom, hogy ugyebe volt csekély mértékben politikai játszma, amit adott esetben az MSZMP csinál, de nem ez volt a döntő, én szerintem. Abban az időszakban mondanék is néhány, nem feltétlenül akarok én senkit bántani, volt egy föléledése a képviselőknek. Ez talán alkotmánybíró úr is megerősíti. Tehát volt már a három oldalú tárgyalások előtt néhány olyan képviselő, aki a parlamentbe ismerté vált azzal, hogy valamiféle egyéni hangot üt meg. Volt egy, jogászok voltak, a nagy részük valamilyen Frigyes volt, az egyik azt hiszem egy 9. kerületi jogtanácsos, de ilyen volt például Horváth Jenő, aki akkor ügyvédi kamara egyik vezetője volt, azt hiszem akkor éppen a Budapest ügyvédi kamara elnöke volt, még jó egynehányan, akik amikor ugye ezt az egyéni, tessék, Szoma László, aki ugye keszthelyi képviselő volt, ugye ők lényegében ugye elkezdtek föléledni előtte már. Na most ezt követően, hogyha ők ezt megszavazzák, ez alapvetően azt jelentette volna, hogy ők eddig is csak egy gépezetnek voltak a tagjai. Tehát ők sok tekintetben azt lehetett látni a bizottsági üléseken, több bizottsági ülésen részt vettem, hogy kialakult egyfajta ilyen lázadás, amelyik azt mondta a képviselők, néhány hangadó képviselő, hogy kérem szépen, hát itt miatt a hátunk mögött megállapodnak, itt a parlament, ez itt a törvényes, alkotmányos törvényhozó hatalom, és azt mondják, hogy semmiféle beleszólásuk. Tehát kialakult egy ilyen hangulat, ami a plenáris ülésen is elhangzott egyébként ilyen felszállás, de a bizottságokon ez kifejezetten előjövő dolog volt, és csak azért is, tehát most azt kell, hogy mondjam mindenki, hogy a benyomás volt, hogy csak azért is valami módosítást tegyenek bele, hogy mutassák azt, hogy itt érdemi munka folyik a parlamentben. Tehát ez az egyik része. A másik része az egy picit bonyolultabb. Én nem gondolom azt, hogy az ilyen apparátusa akkor arra rávehető lett volna, hogy ilyen különböző politikai megrendelésekből próbáljon átverni mondjuk valakit. Itt azt gondolom, hogy két dolgot kell látni. Az egyik, hogy az MSZMP sem volt ennél a tárgyalóasztalnál soha egységes, de ehhez képest ugye a kormányzatérben, főleg az igazsági minisztériumnak az emberei ezekbe a bizottságokba, hogy mondjam, úgymond az MSZMP oldalán vettek részt, de ugyanakkor volt egyfajta relatív függetlenségük, ami abból is lehet, hogy nem feltétlenül értettek egyet azzal, amit a MSZMP képviselt. Na most, ha valakinek voltak önálló játékai, az egy-két IMS felső vezető lehetett ebbe a dologba, amiben adott esetben megpróbált ebbe beavatkozni, legyen az akár Kulcsár Kálmán, vagy még inkább talán Kirényi Géza bizonyos témakörökben, de semmiképpen nem az MSZMP-nek valamiféle álláspontját jelentette meg. Na most az MSZMP-nél pedig azt nem világosan kell látni, hogy egy markáns különbség volt a Fejti-Grósz féle vonal, illetőleg a Posgai féle vonal között. Egész másokkal kommunikált az egyik csapat és a másik. Ebből következően
Ugye a tárgyalás különböző szakaszaiban eltérő instruálásai is ment ezeknek a tárgyaló delegációknak. Tehát volt a legendás taktikázása mondjuk Posgainak, amikor 2 hónapra eltűnt, hosszú nyaralási vágya keletkezett 80-90 nyarán, most 89 nyarán, hogyha visszaemlékezünk erre, gyakorlatilag, és nem gondolta, hogy milyen jó lesz, amikor ő visszajön, és mennyire könnyebb lesz ő vele megállapodni. Egyébként de sok tekintetben ez nagyon jó, be is jött neki ez a taktikája. Tehát azért mondom, hogy ez még nagyon sokféle dologgal színezhető ez a történet, de nagyon jó volt ez a példa egyébként, hogy az MSZNP-n belül is egyébként hogy változtak a különböző álláspontok. Tehát én döbbenettel néztem, amikor az MSZNP, tehát erre konkrétan emlékszem, hogy 89 nyarának az elején én döbbenettel néztem, hogy az MSZNP harakirit készül elkövetni az egyéni választási rendszernek a képviseletével. Ezt kollégák szerintem igazán mondtam, hogy ezt én nem értem őszintén, hogy ezt miért képviselik, mert itt lehet, hogy akkor 0 képviselővel fognak a következő parlamentbe bekerülni. De csendben mondom, hogyha belegondolunk az SZDSZ-nek a taktikájába, ebbe a dologba, hogy ez csak arra az esetre volt érvényes az állítás, hogy egyéni választókerület jó, hogyha egész ellenzék együtt kontra MSZNP. Mert onnantól kezdve, hogyha versengő pártok vannak, akkor az egyéni választókerület azoknak a pártoknak kedvez, akik rendes országos hálózatot tudnak fölépíteni. Ebben az országban rendes országos hálózatot az elmúlt 30 évben 3 párt tudott fölépíteni. Az egyiket úgy hívták, hogy MSZNP, majd utána MSZP, másikat úgy hívták, hogy MDF. Egy rövid időre, az MDF-nek is, a harmadik a Fidesz. Magyarországon országos hálózatot, ami ténylegesen nem részleges hálózatot, senkinek nem sikerült más pártnak ennyi idő alatt fölépíteni, iszonyatos sok munkát, sok embert és nagyon sok pénzt igényel, szeretném jelezni. Ebből következően én azt gondolom, hogy például ezek a szempontok a 89-es választásra, hogy nem annyira jöttek. Tehát én is most nagyon könnyen mondom utólag, hogy ez mennyire látszik egy 30 év történelméből, de akkor ezt ennyire nem lehetett előre látni. Azt azért lehetett sejteni, hogyha valakinek nincs rendes országos szervezete, annak az egyéni választókerület nem fog feküdni, mert ott meg kell mutatni embereket, föl kell építeni, körbe kell járni, egyéni kampányokat kell csinálni.